Gyermekeim, az Urban lement a Last Dance első két része, és noha azt nem ígérem, hogy minden héten lesz majd kibeszélő, de szerintem ebben a két részben volt legalább három olyan momentum, ami megérdemel egy kis extra magyarázatot. Én Baska vagyok, és továbbra is ajánlom, hogy olvassátok el a leírást, mert van benne egy csomó faszal link a filmes naplontól a Twitch csatornáig, az Instagramon át. Nézzétek meg, kattogtassátok meg, jó lesz nektek. Nem tudom, mi lesz a holnap bemutatásra kerülő két részben, mint ahogy nem tudtam, mi lesz az első két részben. Volt, aki beszólt, hogy lelőttem az összes poént, úgyhogy ezzel az elővel most is mondhatom azt, hogy figyelj, spoiler veszély, mert amiről most beszélni fogok, lehet, hogy majd előkerül a harmadiktól a tizedik részig valamiben, ugyanakkor meg semmi olyat nem fogok mondani, ami az elmúlt 22 évben lekerült volna kimondás vagy egy leírásra, ez igazából csak az én gyűjtésem meg pici magyarázatom. Ha ennél is több kulisszatitokra vált az első két részsel kapcsolatban, akkor nagyon melegen ajánlom továbbra is Magyarország legjobb sportpodcastjét, az Eli ahol a héten Dávid Kornél volt a vendég, Last Dance ügyi szakértőnk, és másfél fantasztikus órát beszélgettünk vele. Szaniszló Csabi próbált minket fegyelmezni, és hát azt gondolom, hogy olyan infókhoz jutottunk Kornélnak köszönhetően, amit más Magyarországon nem tudott volna rendelkezésünkre bocsátani. Az Eliupot legkönnyebben az eliup.hu címen éritek el, de az összes podcast lejátszóban megtaláljátok, hogyha rákerestek, a Last Dance-et pedig, mert ez is sokszor kérdés, a Netflixen éritek el, továbbra is minden hétfőn érkezik két-két-két rész. Láttam, igen, láttam, hogy már kikalózkodták az első nyolcat egyben, és láttam, hogy van, aki már ráment. Meg azt is láttam, hogy van, aki össze akarja gyűjteni őket, és majd a végén nézné meg egyszerre. A türelmetleneket is értem, meg az ínyenceket is értem, de szerintem nem jó megoldás ez. El is mondom, hogy miért. Aki egyben megnézi az egészet, az szerintem kiesik kicsit a beszélgetésekből, mert már többet tud, de nem akarja lelőni, szóval egy ilyen ók volt szituáció még akkor is, hogyha kevesebbet találkozunk mostanában a kelletténél sajnos. Aki viszont a végére gyűjtöget, az 5 hétig kb. mindent ki kell, hogy kapcsoljon, mert mindenhonnan ez folyik a mi NBA, és ha nem akarja elspoilerezni, és ott már tényleg spoilerről lenne szó, a legnagyobb mondásokat, a legnagyobb fordulatokat, mert biztos, hogy lesznek majd okos csavarok ebben a sorozatban, ő meg arról marad ki le. Szóval én azt javaslom, hogy haladjunk így heti két részben, és beszélgessünk ezekről a részekről, mert szerintem van miről. Meg azt is javaslom, megmondom őszintén, úgy, hogy egy fillért nem fizetnek, hogy nézzétek ezt a Netflixen, hogyha most regisztrálnátok, akkor az egy hónapos ingyenes próbaidőszak az pont kitartana a last Dance végéig, és azért tartom ezt fontosnak, mert egy lehetnél a sok millióból, aki megnézi a Last dance és pumpálja fel a számokat, és üzen a Netflixnek, meg üzen az ESPN-nek, meg üzen az HBO-nak, meg mindenkinek, aki dokumentumfilmeket nyárt, hogy figyelj, érdemes időt, energiát, meg pénzt fetszölni egy ilyen sorozatba, mert milliók fogják megnézni. Úgyhogy én javaslom, hogy ne töltsétek le előre, ne spázoljatok, hanem nézzétek szépen a Netflixen hétfőnként, aztán megbeszélgessünk róla a létező összes csatornán. Az első két rész boncolgatását kezdjük a fizetésekkel hogy fordulhat elő az, hogy Michael Jordan 30 plusz millió dollárt keres, miközben a fizetési plafon kevesebb ennél, és miközben Scary Pippen, az ő Robinja pedig kevesebb, mint 3 millió dollárból nyomorog évente. Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy picit hátrébb kell lépnünk, és beszélnünk az NBA fizetési plafonjáról, úgyhogy aki ebben a témában büfé, az picit dőljön hátra, de azért figyeljen, a többieknek meg megpróbálom egyszerűen elmagyarázni, amennyire ez lehet. A fizetési plafon az nagyjából olyan, mint egy szórakozó hely, ahova 500-an férnek. És a biztonsági szolgálat meglehetősen laza. Úgyhogy lehet, hogy tele van a klub, nem van az 500 ember, de ha jön valaki, hogy te figyi, törzsvendég vagyok, akkor azt mondják neki, hogy persze menj be a haverjaiddal együtt. Aztán jön megint valaki, aki éppen betöltötte a 18. vagy 21. születésnapját, első legális buliára készül, be akar rúgni, mint az albán szamár, hát őt is beengedik. Aztán jön valaki, aki mondja, hogy figyelj, én igazából nem akarok se táncolni, meg se semmi, csak iszom három sört a pultnál, aztán megyek. Ilyen az NBA-nek a rugalmas fizetési plafonja. Van egy határ, de azért vannak extra esetek, amikor ezt a határt át lehet lépni. És nem véletlenül használom a fizetési plafon kifejezést, és kérem, hogy ti is a fizetési plafon kifejezést használjátok, mert engem megőrjít az, hogy a két leggyakrabban használt pénzügyi kifejezést az NBA-ben úgy használjuk, hogy valaki egyszer kinyitotta a szótárat, elolvasta az első jelentését az érdintett szónak, és azóta az a megoldás rá. A free agent az nem szabad ügynök. A játékosnak valóban van egy ügynöke, de a játékos nem ügynök. Amire itt a költő gondol, az sokkal inkább, amit a kémiában szabadgyöknek hívunk. A szabadgyök az a molekula, aminek vannak párosítatlan elektronjai, ezért ilyen fokozottan reakcióképes. A, a free agent is fokozottan reakcióképes, hiszen, hiszen bárki leigazolhatja. Tehát mégse hívhatjuk Janis Szántadokombót jövőre szabad gyöknek. Ezért én javaslom és sírva kérem, hogy nevezzük, tudom, hogy egy picit hosszabb, szabadon igazolható játékosnak. Nem a világ. Több hülyeséget mondunk, meg kötőszót mondunk emellett, és sokkal közelebb van a valósághoz, mint a szabad ügynek. Ugyanígy itt van a fizetési plafon is. Értem, hogy a cap azt jelenti első körben, hogy sapka. De jelent e közben egy, egy maximális költséghatárt is. És, és ez, nem, ez nem slang, hanem ez ténylegesen a cap szónak a jelentése. Tehát egy fizetési költséghatár. Hányszor mondod azt, amikor elmész szombaton bulizni, hogy figyelj, 15 ezer forint a sapka, amennyit költhetek. Nincs. A, a maximum a plafon. És a plafon azért is jó szó szerintem, mert ha van egy háznak plafonja, akkor egy ügyes belső építész, vagy GM, az okosan be tud rendezni, mit tudom én, 62 dobozt is a plafon alá, hogyha meg béna, akkor meg 15 után már eléri, és akkor meg mit csinál? Hívja az ácsot, és följebb lehet tenni azt a plafont, hogy arról van szó, csak hát bizony annak költségei vannak. Szóval plafon az testvéreim ráadásul rugalmas, ami azt jelenti, hogy át lehet rajta hatolni. A csapatoknak természetes állapota az, hogy a fizetési plafon fölött van a bérszintjük, mert az NBA-től ebben és csak ebben az esetben, ha túllépték már a plafont, kapnak úgynevezett exception amit nagyon sokan szerintem megint csak tévesen kivételnek hívnak. Ezek nem kivételek, hanem felmentések. Felmentenek az alól, hogy figyelembe vedd azt, hogy van egy fizetési plafon, átlépheted vele egyre-egyre magasabb szinten a fizetési plafont. Egy csapatnak mindig lesz arra lehetősége, bármennyi is a bérköltsége, hogy az újonc játékosát leigazolhassa. Milyen ciki lenne, hogy draftolsz valakit, aztán nincs rá pénzed. Ugyanígy, nem tudom, kiesnek hárman a, a, a buszból, fel kell tölteni a kereted játékosokkal, mindig lesz lehetőséged az NBA minimál bérét kereső játékosokat igazolni. De a legfontosabb az, és ez az NBA egyik fő mozgatórugója, és az egész kollektív pénzügyi szerződés leánykori nevén CBA alaptörvénye, alapmondása egy NBA csapatnak képesnek kell lennie bármilyen körülmények között megtartani azt a játékost, akit ő draftolt, ő nevelt ki, vagy aki az elmúlt években nála vált nagyjá. Ne lehessen az, hogy valaki jön és elveszi tőle ezt a játékost, mindig legyen módja rá, hogy védekezzen. Ezeket a jogokat, amit a játékosok megszereznek azzal, hogy több évet töltenek egy csapatnál, bőrgyogoknak hívjuk, és akinek bőrgyogai vannak, annak a korábbi csapata mindig legalább olyan lukratív ajánlatot tud adni, mint az új kérője. Na, és Michael Jordan ilyen bőrgyogokkal rendelkező játékos volt 1996 végén. Addig két szerződést töltött le a Chicago Bullsnál, ez a két szerződés összesen olyan 29 millió dollárt hozott neki a konyhára most ehhez mérten írt alá, kétszer egymás után több mint 30 millió dollárért, amit több mint 10 millióval fejelte meg a második legjobban kereső játékos Patrick Ewing apanázsát, arról megbeszéltünk ugye, hogy Scary Pippen mennyit keresett ehhez képest. Na most hogy fordulhat ez elő? Úgy fordulhat elő, hogy abban a korban az NBA-ben még nem volt maximalizálva az éves fizetés. Bármeddig el lehetett menni. És ezt használta ki nem is igazán Michael Jordan, hanem sokkal inkább az ügynöke. Ugyanis az történt, hogy elkezdtek beszélgetni, hogy kéne szerződést hosszabbítani, lejárt Jordan szerződése, és Jordan azt mondta, talán Falknak, az egy ügynökének, hogy hát én ilyen 18 millió körül aláírnék és nem értett vele egyet. Folk azt mondta, hogy Jordan többet ér. És ez azóta is nagyon gyakran felmerül, hogy most már ugye van a fizetésnek plafonja, és hogy ez bizonyos játékosok esetében igazságtalan, mert mondjuk egy LeBron James többet ér egyébként még annál a marhasok pénznél is, amit keres. Akkor még nem volt ilyen fizetési plafon, és Folk azt gondolta, hogy 18-nál többet ér Jordan, úgyhogy elkezdett telefonálgatni. És tudjátok ki jelentkezett kérőnek? Az ős ellenség New York Knicks. Azt mondta, hogy Jordanért mi adunk 12 milliót, mert rájuk viszont vonatkozott a fizetési plafon, mivel Jordannek náluk nem voltak bőrgyogai, be kellett férni a plafon alá. Szóval adunk 12 milliót, viszont hmm, a milyen a Sheraton nevű szállodahálózat, mi lenne, ha Jordan lenne a szóvívőnk? Adunk érte még 15 milliót évente. 27 millió felkapná az ember a szemöldökét, ilyet lehet csinálni az NBA-ben? Hát persze, hogy nem lehet csinálni az NBA-ben, ha lehetne ilyet csinálni az NBA-ben, akkor nem tudom, Kawai Leonard lenne a Microsoftnak a szóvívője, és kapna a clippers még ki tudja mennyi pénzt, vagy Luka Doncic szabad idejében Mark Cuban pénzügyi vállalkozásait népszerűsíteni, és a Dallas Mavericks meg öntené neki a pénzt egy ilyen kiskapunk keresztül. Ezt nem engedélyezi az NBA. Azonban Michael Jordan akkora király volt, meg akkora globális ikon volt, hogy azt mondta az NBA, hogy fi. Tök reális az, hogy valaki Michael Jordannek évi 15 millió dollárt kifizessen szponzorpénzben, például a Sheraton Hotel, úgyhogy ha úgy alakul, akkor mi nem fogunk ellenkezni, Michael Jordan keressen évente 15 milliót a Sheratontól, összesen 27 milliót nagyjából. Ezzel telefonált vissza David Falk a, a, a Chicago bulls hogy figyelj, akkor 25 millióról indul a licit, és van egy órátok. És egy óra múlva visszatelefonált a Chicago Bulls, és azt mondta, hogy 30 millió. De Reinsdorf hozzátette az aláíráskor, hogy uh, úgy érzi, hogy meg fogja bánni, hogy egy hátvédnek, egy gárdnak ennyi pénzt fizetett. És Jordan alját, hogy örült volna, mint majom a farkának, hogy ennyi pénzt kap egy évben, ez, ez cseszte föl, és ez fűtötte az egyébként is magas lángon égő belső tüzét, hogy Jerry Reinsdorf, akit egyébként az első két részben egy ilyen korrekt üzletembennek ismertél. Meg kicsit fura, de egyébként így meg lehetett érteni, hogy mit miért csinált. Szóval nagyon a begyébe volt Michael Jordannek, és hát nem titok, hogy pontosan emiatt a szerződés miatt a következő évben, amikor Jordan már visszavonult másodszor, újra tárgyalták a kollektív pénzügyi szerződést, és egyrészt bevezették a maximum fizetést, másrészt pedig bevezették a luxusadót, hogyha valaki nagyon túllépi a fizetési plafont, és egymás után ráadásul többször, akkor azért viszont már bünti járt. Na és mi a helyzet szegény Pipennel? A sorozat első két részéből kiderül, hogy ő egy nagyon hosszú szerződés végén jár a Last Dance idején, és ez egy első kerékhajtású szerződés volt, ami azt jelenti, hogy az elején fizetett nagyobb összegeket, és hogy teltek az évek, egyre csökkent a csekken szereplő szám. Pipen elmondta, hogy miért írta alá ezt a szerződést, akart a családjával törődni róluk, gondoskodni, kerekesszékes édesapa, kerekesszékes testvér. Reinsdorf elmondta neki, az sorozatban is elhangzik, meg fogod bánni a végén. Pippen aláírta, és utána nem lehetett már mit tenni. Mert az NBA nem csak abban nagyszerű, hogy lehetőséget ad arra, hogy az általad kinevelt játékos gyakorlatilag minden körülmények között meg tud tartani, hogyha ő is akar maradni, hanem abban is, hogy az aláírt szerződésnek nagyon komoly az ereje. Amíg az NFL-ben a garantált szerződés ritka, mint a fehér holló, addig az NBA-ben nagyon védik a játékosokat. Ha aláírsz egy 5 éves szerződést, és két év után előtt a villamos, akkor is meg fogod kapni a pénzedet. Ha aláírsz egy 5 éves szerződést, és a második év után nem találod el a gyűrűt, mert mindenet homály, akkor is megkapod. 100-ból 95 esetben ez a szabály a játékost védi. A fennmaradó 5%-nál fordul elő az, hogy aláírsz egy szerződést, aztán kiderült, hogy te vagy az új Skadi Pippen, és nem tudsz mit csinálni, nem tudsz ugrálni, ha csak nincs a szerződésedben egy ilyen korai kiszállási lehetőség, early termination option. És Pippen szerződésében nem volt ilyen. Az egyetlen lehetőség az lett volna, hogy újra tárgyalják a szerződését. Az NBA-ben viszont erre tényleg vasár és ünnepnaponként van lehetőség. Az, hogy 97-ben milyen lehetőségek lettek volna, az megmondom őszintén nincs előttem, de manapság nagyon szűk az, hogy mikor és hogyan lehet módosítani egy szerződést, hogyan lehet újra tárgyalni egy szerződést. A négy éves szerződés harmadik éve után talán, és az emelésnek be kell férnie a plafon alá. A Bulls pedig Jordan miatt eleve a plafon fölött volt. Szóval bármennyire is úgy igyekszik bemutatni a Last Dance első két része, hogy itt Kraus meg Reinsdorf hibás, meg, meg szegény Pippen, mindenki tisztában volt azzal, hogy ebből nem nagyon lehet kimozogni, mert a szerződésnek az ereje az ilyen nagy. A másik kérdés, amivel szerintem a sorozat nem foglalkozott elég mélyen, az az volt, hogy az 1984-es drafton, ha ekkora király volt, akkor miért nem Michael Jordan volt az 1 per 1-es Miért Haki Malajzsovon, és pláne miért Sam Buit választotta utána a Portland Trailblazers? Ezt ma már nehéz elképzelni, de abban az időben az NBA az óriások ligája volt. Néha a szószoros értelmében is, mert voltak russell voltak előtt a Mike-ek, utána a utána a Karim abdul -ok, de a szakvezetés fejében mindenképpen minden a nagyok körül forgott. Mindig legyen a csapatodban egy palánk alatti, mamla aki lehúzza a pattanókat, kioszt pár búrát és a hatékonyan dob még mellé 10-15 pontot, annál jobb. Azt képzeljétek el, hogy 1955 óta Jordan draftolásáig elterik 29 év, és írd és mond 7 alkalommal osztják az MVP-t nem centernek. De ha elfogadjuk azt, hogy Bob Petty, illetve Bob McAdoo centert is játszott, akkor már csak 4-en vannak 29 év alatt, akik úgy mvp hogy nem centerek. Ha kivesszük a draft előtt néhány héttel MVP-vé koronázott Larry bird akkor 29 év alatt már csak hárman vannak. Bob Kuzi, Oscar Robertson és Julius Irving. Nem csoda, hogy 1969 és 89 között, tehát 5 évvel most előre szaladunk, 21 évben 13 alkalommal centert vittek el 1 egy per egyesként. Keresték a következő nagy királyt. És ebben a 69-től 89-ig eltelt időszakban volt Abdul Jabbar, meg volt Olajjóvon, meg volt Patrick Ewing is, de volt Kent Benson, meg volt Pervis is. Emiatt Olajjóvon választása nem volt akkor meglepetés, mert parádés játékos volt nekem, a, talán az all-time kedvenc centerem, iszonyatosan képzett, nagyon jó pedigréje volt a Houston Egyetemről, származott ugye a Houston is választotta ki, helyi hős volt, Senki nem vitatkozott akkor komolyabban, és azt gondolom, hogy két bajnoki címmel így visszanézve a Houston Rockets sem veri a fejét a falba, hogy nem Jordant vitte el. Ellenben a Portland. A Portland, és ez kicsit furán derül ki a sorozatból, mert a felirat nem annyira áll a helyzet magaslatán, azért nem viszi a Last Dance szerint el Jordant, mert már ott játszik ugyanazon a proston, Clyde the Glide Drexler. Amit elfogadhatunk igazságként. De menjünk csak vissza a Houstonhoz. A Houston úgy választja ki 1 egy per 1 Hakim hogy már náluk játszik az előző évben 1 egy per kiválasztott Ralph Samson. Ugyanolyan magas gyakorlatilag, mint Olajuwon, az NBA első újkori ikertornyát hozzák létre. Van két draftolási jelv, Cornél beszél erről az Eliúban bővebben. Az egyik az a posztra draftolás. Amikor azt mondod, hogy figyelj, van egy tök jó csapatom, kéne egy tök jó center, és tök mindegy, hogy mikor kerül rád a sor, de az akkor elérhető legjobb centert választott ki. A Portland úgy gondolta, hogy neki egy centerre van szüksége, ezért elhozta az akkor legjobbnak ítélt szemújt, aki nem volt egyébként rossz játékos, csak sérülékeny volt szegény. Ezzel szemben a másik draftolási stratégia az a Best Available Talent, vagyis a legjobb elérhető játékos elvét követi, ami azt mondja, hogy ha van három irányítód, és a negyedik pikk a és ott egy irányító legjobb, akkor is azt hozod el, aztán majd kitalálod, hogy mit csinálsz velük? A Houston elvitte a best available telentelvével oráns volt, és nem jártak rosszul. A Portland pozícióra igazolt, és ráfázott. Hogy mennyire volt ez egy korszakváltásnak az előszere, arról szerintem elég sok mindent elárult. Hogy elmondtam ugye, hogy 29 évben mindössze négy alkalommal volt olyan MVP, aki nem center volt, 1984 óta meg volt három MVP, aki center volt. Orazsóon, David Robinson és Shaquille O'Neal. Így változott meg a világ. Végül, de nem utolsó sorban beszélnünk kell Jordan elmaradt autogramjáról. Sokan felháborodtatok, hogy milyen gyökér, hogy nem adott annak a francia technikusrásznak aláírást, meg nem is az, hogy nem adott, de az a nézés, ahogy nem adott. És egy pici hátteret itt adjak ehhez, Abba is gondoljatok azért bele, hogy csak ebben a két részben hány olyan jelenet volt, hogy Michael Jordan egy hotelből, egy buszra, egy edzésről, az öltözőbe, a pályáról, az öltözőbe, stb. szituációban sorfalban megy végig, mindenkinek a kezében egy jegyzetfüzet, vagy egy plakát, vagy egy kártya. A csávó fingani nem tudott úgy, hogy ne legyen egy filctoll a kezében, és ezt az NBA is látja, és védi a játékosokat. És hogyan tudja a játékosokat védeni? azt mondja, hogy a szurkoló az Isten, a szurkoló a minden. A szurkolónak amikor csak tudsz, állj meg, adj egy autogramot, csinálj vele egy közös fotót, mert ők fizetik a számlát. Ellenben az újságírók, médiamunkások, munkások, bárki, aki, aki munka miatt találkozik veled, a szép magyar szóval off limit. Most nem hoztam be, ki van a fiókban a credential-öm, amit az osztálgálákra kaptam. Nagy betűkkel, kis azzal kezdődik az apró betű. A játékosoktól autogramot kérni, a játékosokkal közös fotót csinálni, tilos. Szerencsétlen technikus rácnak értem a lelkesedését, és tudom, hogy ő francia és nem amerikai, de Michael Jordan azért nézve, mint egy darab szarra, mert nem érti, hogy egy ilyen professzionális körülményben, amikor éppen bemikrofonozzák egy talk hogyan képzeli ez a faszi, hogy kér egy autogramot gondoljatok csak bele, hogyan vennék ki magát, hogy mondjuk egy cégnél dolgozol, és szponzorálni szeretnéd mondjuk hosszú katinkát, és beültök egy meetingre, és az első meeting végén, amikor pénzről beszéltek, meg dolgoztak, hogy alá elétolsz egy, Iron Lady képregényt, hogy Léci Katinka már alá. A harmadik, negyedik, ötödik alkalommal, amikor már jóban vagytok, ez lehet, hogy belefér, de az első alkalomnál nem fér bele. Úgyhogy próbáltok meg ti is megértőek lenni Michael Jordannal és képzeljétek bele magatokat abba a helyzetbe, hogy nem tudtok lemenni a sarki boltba nélkül, hogy ne rohamoznának meg titeket autogramért. Nekem úgy tűnt, hogy az első két részből ez a három kérdés mozgatta meg a leginkább a fantáziátokat. Lehet, hogy kimaradt valami, azt nyugodtan írjátok meg kommentben. Aztán majd meglátjuk, hogy most a hétvégén bemutatásra kerülő két új rész, amiből az egyik már szinte biztos, hogy Denis Rodmerről fog szólni. Felhoz-e új kérdéseket? Hogyha igen, akkor nem kizárt hogy jövő héten megint a Last Dance lesz a téma, de nem szeretném kötni magamat hozzá, tényleg csak akkor, hogyha van valami, amiről kell beszélnünk. Ezt ti tudjátok a legjobban jelezni, mégpedig akkor, hogyha a kommentben leírjátok, hogy mi az, ami nektek nem feltétlenül volt világos. Hogyha így lesz, akkor jövő héten Dance témában jelentkezünk, ha nem, akkor megyünk tovább a saját kis tartalmi ösvényemen, amit már egy kis macsétével Kivágtam, várjuk a jó híreket, egyre többet kapunk, reméljük, hogy hamarosan Véget ér ez az őrület, és kezdődhet a playoff. Én akkor is itt leszek, remélem, hogy ti is. Baska voltam, vigyázzatok magatokra! Sziasztok!